Tovább durvul J.K. Rowling és a transaktivizmus közötti konfliktus. Legutóbb Rowling családjának címét tették közzé színész aktivisták a Twitteren. Ez az úgynevezett doxolás, a célpont személyes adatainak összegyűjtése, majd közzététele annak engedélye nélkül. A világhírű feminista írónő azért került a transaktivizmus célkeresztjébe, mert számos alkalommal fellépett a biológiai nemek védelmében, és vitatja, hogy azok a férfiak, akik nővé operáltatják magukat, teljes értékű nőnek tekinthetők. Tiltakozott a menstruáló ember szókapcsolat ellen, mert Rowling úgy gondolja, hogy a nők menstruálnak. Az írónő, aki néhány éve még az LMBTQ mozgalom egyik ikonja volt, a következőket üzente a radikális transaktivistáknak a legutóbbi akciójuk után. A legjobb módja annak, hogy bebizonyítsd azt, hogy a mozgalmad nem fenyegeti a nőket, ha abba hagyod a nők üldözését, a zaklatását és a fenyegetőzést. Hát igen, ez mutatja azt, hogy az LMBTQ mozgalom, illetve a feministák között bizony van egy nagyon súlyos belső feszültség, és az LMBTQ mozgalmon belül is a leszbikusok és a transzneműek között, elsősorban, elsőrendűen a leszbikusok és a transzneműek között van egy nagyon súlyos belső feszültség. Tehát az LMBTQ mozgalom a kultúrbalberkein belül a feministákkal, a magán a mozgalmon belül pedig elsőrendűen a leszbikusokkal, másodrendűen a homoszexuálisokkal áll folyamatos konfliktusban. Elmondhatjuk, hogy ennek az LMBTQ mozgalomnak nagyjából a transzneműek a dárda hegye. Úgy lehet mondani, hogy ők úgy viszonyulnak az LMBTQ mozgalomhoz, ahogyan a francia forradalomhoz a jakobinusok. Hát ők az, akik, tudod, aki tőlük balra van, az már leesik. Hát valójában nincs tőlük balra senki. Így folyamatosan, aki megpróbálja őket, Bayer Zsolttól vettem ezt az idézetet, ő fogalmazott így magával kapcsolatban, és egyébként ez igazolódott mind a mai napig, hogy aki tőlem jobbra van, az leesik. És ez nagyjából, ez egy hatalmi technika. Ezzel ő kifejezésre juttatta azt, hogy őt jobbról nem lehet kerülni. És hát megpróbálták nagyon sokan a Fidesz jobbról kerülni az elmúlt évtizedekben. A miét megpróbálta jobbról kerülni, és leesett. Tordján megpróbálta jobbról kerülni, és leesett. Nagyon jó vagy, Robi, nagyon most a mi hazánk, most a mi hazánk próbálja jobbról kerülni, és nem lehet kétségünk, hogy a mi hazánk is le fog esni. Semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy Bayer Zsolttal meg Kövér Lászlóval szemben a mi hazánk sem fogja tudni ezt a magyarság versenyt abszolválni. Hát én azt hiszem, hogy ezek tükörképei egymásnak a két szélen. Hát ugyanígy viszonyul az LMBTQ mozgalomhoz a transzneműeknek a közössége, és ugyanígy viszonyul a kultúrbalhoz, úgy általában a transzneműeknek ez a nagyon-nagyon radikális frontja. Hát szokták is mondani, hogy már annyira jobb, hogy már majdnem bal, tehát hogy körbeér. De ez nem a Pac-Man, ahol kimész a jobb oldalon, hát és nem, bejössz a bal oldalon. Bizonyos elemek azért megjelenhet. Az egy ilyen analóg dolog lenne, kiderülne, hogy a politikai paletta az egy kör, és nem egy egyenes. Igen, de láttunk már Molotov-Ribbentrop paktumot. Azért volt már példa rá, és akkor ott, tudod, fölosztották egymás közt Lengyelországot meg a Baltikumot, és azok a hatalmas, antagonisztikus politikai, meg világnézeti, meg kulturális, meg társadalmi különbségek, ahogyan ők lemodellezték a saját világnézetüket, meg az ellenséges világnézetet, valahogy a zsákmány birtokában már nem is voltak annyira fontosak. Egyébként, hogyha az univerzum igazságos lenne, akkor lenne Ribbentrop, Fröccs vagy valami. Én az előbb, amit elkezdtél, abból azt vittem volna tovább, hogy azt akartad mondani ezzel, hogy nincs olyan kicsi közösség az embereken belül, ahol ne lennének hülyék. Például én ezt lefordítottam az én egyszerű nyelvemben. Soha ne tévesszük össze a hülyeséget az ellenszemvel, vagy a rossz indulattal. A fundamentalizmussal. Hülyéből több van, mint rossz emberből. Igen, én egyszerűsítek ezt tény. Itt arról van szó, hogy minden mozgalomnak megvan ez a, tudod, ez az előrse. Akik elől mennek, akik legelől mennek. És tudod, ismerjük azt a mondást, hogy a forradalom... Nem mindegy, hogy a Lándzsahegye vagy az élő pajzs. Igen, az nem mindegy, de ők a Lándzsahegye. Uh-huh. És van az a mondás, hogy a forradalom felfalja a gyermekeit. Hát ezt a jóformán minden hivatásos forradalmárnak előbb-utóbb, kivéve ugye a legradikálisabbaknak, a Robespierre-eknek, meg a Saint-Justöknek, rajtuk kívül jóformán mindenkinek meg kell tapasztalnia. Danton is megtapasztalta ezt. Én azt hiszem, hogy a Gulyás Márton is nagyjából ezekben az években tapasztalja meg azt, hogy milyen érzés az, amikor a forradalom felfalja a saját gyermekeit. Ez azt jelenti, hogy
tegnap még te voltál az élcsapat, tegnap még te meneteltél elől, és az éjszaka valaki megelőzött téged, és most már ő az élcsapat, és ahhoz képest te, tudod, te ellenforradalmár vagy. Ahhoz képest te reakciós vagy. Ahhoz képest te a, tudod, az ancien rezsimet, a forradalom előtti világot akarod helyreállítani. Pedig tudjuk jól, hogy Danton nem akarta a forradalom előtti világot helyreállítani, és tudjuk azt is, hogy Gulyás Márton sem orbánista, de ebben a hatalmi harcban ezek a kis részletek már soha nem számítanak. Trotszki sem volt kapitalista. Jaja. Viszont, hogy csak egy picit visszakanyarodjunk, ugye, hogy ráadásul ez a hölgy korábban még, ha jól tudom, ugye ennek a mozgalomnak egy ilyen megbecsült, ha nem is tagja, de a LMBTQ közösség által. A forradalom gyermeke volt, és most már a forradalom tápláléka. Igen, J.K. Rowling az, akit ez a forradalom, ez a kultúrbalos feminizmusnak és az LMBTQ aktivizmusnak a szövetségéből képződött mozgalom, most fölfal. Uh-huh. Maga a módszer azért külön megérne egy kis beszélgetés. A doxolás. Beszélgessünk róla, mert egyébként J.K. Rowling esetében tehát neki annyi pénze van a Harry Potterből, hogy elég jelentősen az űrből is látható filantróp. És saját a maga biztonságát meg tudja vásárolni, ki tudja alakítani azokat a körülményeket, ahol mondjuk lakcímet változtat, vagy azon a lakcímen láthatatlanul él. De mi a helyzet azokkal a, mondjuk azokkal a tinikkel, akik egymásra ugranak, vagy amikor érthető módon egy állatkínzás tudod, sal kapcsolatban azt, akit így látunk egy videón, és még nem tudjuk pontosan, mi történt, és erre egyébként van rendőrség, bíróság és kivizsgálás, egyszerűen kiposztolják minden adatát, és azt az embert az idegeivel együtt tönkre teszik. Mondjuk, aki élve nyúz meg egy állatot, az azt gondolom, hogy nem szeretnék elhatárolódni ettől minden esetre ez egy ilyen csőcselék jellegű önbíráskodás, ez egy digitális lincselés. Tudod, amit ez a csőcselék nap mint nap a szájába töm, azt a húst, sokszor sokkal embertelenebb módon termelik meg, mint azt a videót, amit ő ezzel az úgynevezett doxolással büntet. Tehát arról van szó, hogy amit látunk, ez is egy posztmodern élmény, hogy amit látunk, ami a szemünk előtt zajlik és élmény válik belőle, azzal kapcsolatban föl tud bennünk gerjedni a jogos igazságérzet, meg az emberség, meg a humánum, meg az állatvédelem, de amit meg nem látunk, mert diszkréten zajlik a vágóhidakon, ami még olyan embertelenebb, vagy sokkal embertelenebb, és nem válik élményé, hanem csak egy csirkeszárny, ami ropogós és illatos, az rögtön oké. Az rögtön oké, igen. És ahogy az elektromos autó sem hátul pöfékel, hanem valahol máskor, valahol nem látszik. A Mátrában. Így van. A Mátrában pöfékel, így van. Igen. Így van. Szóval arról van szó, hogy ezek a precedensek, hogy a személyes adatait egy szereplőnek, akár egy kulturális szereplőnek, akár valakinek, akinek a tevékenysége éppen nem tetszik a webben, nyilvánosságra hozzák. Ez nem pusztán a J.K. Rowlingnak a megfélemlítéséről szól, ez egy kulturális minta a más vélemények elsöprésének, a más vélemények megsemmisítésének a kulturális mintája, amit legyártanak. Egy ilyen finoman szétterített felelősségű lincselgetés, hogy úgy mondjam. Először az a kifejezés így nagyon, de ugye mi volt régen ennek a megfelelő? Nagyjából ez, amikor fölcsibészelteted az arra könnyen kapható személyeket, hogy az általuk utált valakit elkapjanak, és csak olyan közösség által. Tehát olyan fátyákkal közösség, várnak a igen, házad előtt, ott a vadnyugaton. Senki nem lesz ott olyan, aki aztán akit tartani kell, hogy majd jelenti ezt akár a hatóságoknak. Tehát itt is azért nyilván ki fog egy ilyen doxingra reagálni, az aki erre nyitott, aki erre ugrik. Tehát nem igazán, nem hiszem, hogy tömegek állnak fel azért, hogy szedjük ezt az információt, ráadásul tudjuk, hogy ez nem ilyen egyszerű. Ha már egyszer kikerült, az már ki van kerülve szép magyarsággal. Az internet nem felejt. Nem csak az, de ráadásul én azt gondolom, hogy hiába valaki nagyon gazdag, azért ez a költözködés nem megoldás erre, még akkor se, és az inkább megoldás, amit utána mondtál, hogy biztonságban tud élni, tehát megteheti, meg
engedheti magának, hogy ennek ellenére úgy érezze, hogy ő biztonságban van. Ez igaz, de akkor is szerintem ez nem megoldás. Az, hogy mikor van az a, hogy mikor jós egy ilyen helyzet, hú, abban nagyon nem mennék bele, de az, hogy ő amit most itt mondott, vagy állított, azért én ezért nem állítanám pellengére, és szokták mondani, hogy mindennek van vége, mindenféle testrészeknek is, hogy azért ő benne volt, ő megbecsült volt e közösség által is, tehát nem véletlenül, tehát azért így kikiáltani őt a gonosznak, ez nagyon erős itt, és erre gondoltam, vagy erre céloztam azzal, hogy nincs olyan kicsi közösség, amiben ne lennének hülyék, amit itt aztán tovább vittitek, hogy persze ez nem hülyeség, ez gonoszság, meg fundamentalizmus és a többi. De csak a forradalmak azok mindig kitermelik, igen, ezeket. Persze, tehát ez törvényszerűen alakul. De nem kell forradalom se. Nézd meg, Robi, ez szerintem már többször szóba került itt is, hogy mi magyarok, hajrá, ria, ria, de azért mégiscsak mi, Szabolcs, meg Borsod, ez az, és akkor, de azért Nyíregyháza, hú, jó, és akkor oda jutsz, hogy Bűd Szent Mihály, Szent Mihály, mert nálunk az egységút ezt a két települést forrasztotta egybe, de még mi sem vagyunk, azon a kicsi helyen 10 pár ezeren sem vagyunk tiszavasvárjak, hanem Bűd és Szent Mihály, és még kisebbre is lehet menni, lépcsőház szintig. Újra, meg újra. Páros oldaliak azért kicsit ellenszenvesek nekem is. Kinek nem? Újra, meg újra alkalmazom azt a kifejezést, már az unásig, hogy weimarizáció. Hogy itt valójában valami nagyon hasonló folyamat az, ami zajlik, mint ami a nemzeti szocialisták németországi hatalomra kerülése előtt zajlott. Akkor az utcákon rohamosztagok meneteltek, és csaptak össze, és verekedtek. Kocsmákban lázasan zajlott a politizálás, őrjöngve politizált az egész német társadalom. Olyan mennyiségű nyomtatott sajtó jelent meg, mint soha a történelemben addig. Falták a politikai sajtót a németek. Most a virtuális térbe áthelyezve pontosan ugyanez zajlik. Töménytelen mennyiségű hír és anyag, soha nem tapasztalt interaktivitás, bevonódás, és ez a pusztító polarizáció, amiről mindig beszélek, a jobb és a bal között már nincsen semmilyen kapcsolat, már a valóság percepciójára vonatkozóan is két különböző valóság élményről számolnak be, külön hírcsatornákon külön realitás buborékokat gyártanak, és megszűnt az elemi türelem és az elemi elfogadás a másik életmódja és gondolkodása iránt. És itt most a J.K. Rowlinggal való leszámolás, ez nem azt jelzi, hogy a J.K. Rowling gondolkodása annyira más lenne, mint az LMBTQ szervezetekhez tartozó embereké, hanem arról szól, hogy olyan mértékben radikalizálódnak, hogy már a tegnapi elvtársaik más véleményét sem hajlandóak elviselni. Le kell retusálni őket a képekről. Na, igen, mert valójában nem az történt, hogy az SA meg a NSDAP 1934-ig még nagyon-nagyon jól megvoltak egymással, és tulajdonképpen nagyjából ugyanazt gondolták a világról, majd jött a hosszú kések éjszakája, és hirtelen leszámoltak velük, mintha csak kommunisták vagy zsidók lettek volna. Pedig hát nem kommunisták és nem zsidók voltak, csak a tegnapi elvtársaik, de ugye a forradalmaknak ez a természete, hogy akik tegnap az elvtársaink voltak, azok ma a legádázabb ellenségeink, akárcsak Sztálin és Trockij vonatkozásában. Én feltenném a kérdéseimet a témával kapcsolatban. Egyrészt zéró összegű ez a játszma, ahol egymás torkának kell ugrani a figyelemért, vagy azért, hogy a saját szeretetedet és a saját szexuális identitásodat megélhesd a saját biológiai testedben. És azt gondolom, hogy egyébként igen, tehát hogy feltételezném, hogy ha a világ elfogadóbb, és az ember lehet transznemű nő, transznemű férfi, meg lehet homoszexuális, meg lehet gyakorlatilag akármi, és a világ nem vitatná el tőlük a szeretethez és a saját életük megéléséhez való jogát, akkor ez nem válna egy olyan zéró összegű játszmává, ahol egymástól kell az LMBTQI berkeknek elvitatnia az éléshez való jogot. De mivel a világ nagyon lassan megengedő és nagyon lassan változik annak a tekintetében, hogy mást is élni hagyjon és szeretethez jutni hagyjon, ezért össze kell ugrani azon a valahány szeretet egység per szekundum átteresztő képességen, és szerintem ez történik. És közben meg
Nyilván ki kell állnom J.K. Rowling véleménye mellett, mert valóban a biológiai nők menstruálnak. Én értem, hogy a hormonok egy olyan ciklust eredményeznek, amellyel a nőiségnek ezt a részét is megélheti, aki transznemű, de én azt gondolom, hogy és tudom, hogy ez egy biológiai tragédia, egy szellemi összeegyeztethetetlenségből kapott diszonancia, ami végül is a nővé válás jelenti az ő számukra a gyógyulást. De társadalmi vívmányokra van szükségük, és társadalmi elfogadásra, és ne a biológiát fegyverezzük, csak majd akkor, ha már a társadalmi vívmányokat, amikre szükségünk van a méltóság teljes élethez, megkaptuk. Én azt gondolom, hogy még nem kapták meg, nincs erre itt szükség, és egyébként meg a másik külön véleményével igenis tudjunk együtt élni, fogadjuk be a vélemény buborékunkba a másik buboréknak a szélét, és hadd mosódjon bele, mert ha ezzel így nem tudunk szembesülni és együtt élni, akkor harmadik világháborúra leszünk ítélve, nem tudjuk még melyik téma mentén, de ez az egymástól való ilyen szintű polarizált elszakadás, ez egy tarthatatlan állapot. Én is még ennyit akartam hozzátenni, az a úgymond elfogadás, hogy igazából attól még tökéletesen megélheti a nőiségét, hogy valaki azt gondolja, hogy a menstruáció az nála nem is menstruáció. Tehát attól még, tehát pont ez a legkevesebb, ami kéne, hogy zavarja szerintem, hogy valaki, akinek amúgy sem kedves esetleg a véleménye miatt, vagy egyébként neki, az azt gondolja, hogy ő amúgy nem is menstruál. Tehát, hogy ez nem szabad. Én is lehetnék férfiasabb, pedig amúgy férfi vagyok, de hogy nekem ennyi jutott a 67%, és ezzel kell férfinak lennem. J.K. Rowlingnak az sincs megengedve, hogy azt mondja, hogy én nem kérek ebből a kifejezésből, hogy menstruáló személy. Én nő vagyok. És ez a feminizmusnak az alapvetése. És az a mozgalom, amely kétségbe vonja, hogy én alkalmazhatom magamra nézve ezt a kifejezést, hogy nő vagyok, az a mozgalom igenis antifeminista. Mert tagadja az én önidentifikációmat, és tudod, ennek a mondásnak a nyomán az LMBTQ közösségben, és főleg a transzneműek körében a J.K. Rowling már egy Donald Trump. És úgy is bánnak vele, mintha az volna. Elkezdődött az évszázad egyik legnagyobb csalásának tárgyalása. Egy kaliforniai bíróság előtt áll Elizabeth Holmes, a Theranos diagnosztikai startup egykori vezetője. A világ első női dollármilliárdosa, aki önerőből csatlakozhatott a leggazdagabb klubjába. Hosszú éveken keresztül volt ünnepelt sztárja a Szilíciumvölgynek. A modern orvoslás megújítását remélték, forradalmi diagnosztikai módszerétől, ami egyetlen vércsebből képes lett volna több száz betegséget kimutatni. Mint kiderült, ez a forradalmi eljárás nem létezik. A befektetőktől kicsalt dollár százmilliók egy hazugságra mentek el. Elizabeth Holmes ártatlannak vallja magát. Egyetlen bűnének a túlzott optimizmust gondolja. Akár 20 évet is kaphat. Hú. Azért, amikor én megcsináltattam a DNS vizsgálatomat, akkor elkezdtek bombázni különböző egyéb ajánlatokkal, tehát hogy a milyen népcsoportokhoz tartozomon felül a genetikai betegségeknek a mintázatait kimutatják nyilván, ez akár kimutatható, de ezek szerint itt ennél jóval többet ajánlottak. Sokkal, és ez a túlzott optimizmus. Hát két nagy elődöt látok így, hogy akiknek a, nem is tudom, a kudarcából tanulhatott volna, vagy a vélt sikerében nagyon bízott. Az egyik Ali G, amikor elment a légdeszka ötletével, amit a visszajövőben másik részében látott, befektetőket keresni, és így járta a Wall Street-i srácokat, és mutatta az egyébként nem lebegő deszkát, hogy ez fog lebegni. És kérdezték, hogy. Hát azt még így nem tudjuk, de... Azt kéne kitalálnunk ebből a pénzből. Azt majd igen, csak sok pénz kell hozzá, és akkor ez majd meg lesz. A másik az pedig Bernie Sanders, akit lehet, hogy már valami gazdasági sztori kapcsán beszélgettünk róla. Nagyon jó film is készült az ő történetéből. A Wizards of Lies, azokságok mágusa címmel talán magyarul, ami az ő sztoria az ugye, hogy egy csodálatos pénzügyi karrier, nem tudni miért, egyszer csak egy ilyen ponzisémás pilótajátékos sztorira váltott át. Tehát ő volt a Nasdaqnak is az elnöke, úgy tudom, vagy talán még az alapító csapatban is benne volt. Tehát eléggé megcsinálta magát ezen a területen. Ennek ellenére egy olyan sztoriba vágott, amiről egyértelmű az első héten lehet tudni, hogy ez nem tartható örökké. Tehát nem fogsz tudni ebből úgy kiszállni, hogy ne legyen ebből tragédia, mert vagy te, vagy az utódaid, de biztos, hogy be fogják szívni. Na most ez a nő is, nem tudom, hogy élhette az életét, és szerintem itt a félelem, a lebukástól félelem, az ilyen exponenciális görbe lehet.
annak a mértéke. Tehát, hogy az első egy-két évben, amikor még ő maga is valószínűleg elhitte azt, amit mesélt másoknak, azt akkor még talán kevésbé retteghetett attól, de ahogy telt az idő, valószínűleg egyre jobban rettegett attól, hogy itt azért ki fog lógni hamarosan az, hogy itt nincs semmi mögötte, mert hát ő biztosan tudta, hogy nincs mögötte semmi, és miben bízhatott, hogy hát, ha egyszer lesz. De egy-két év után tényleg, ha csak akkor jössz rá, hogy kivitelezhetetlen, amivel foglalkozol, akkor már ugye benne vagy, és onnantól egy olyan játékban hát ez egy örvény, vagy, hogy vagy szint vallasz, vagy igen. Akkor egy örvénybe kerülsz. Pontosan. Egy csomó ilyen hazugság örvénnyel kapcsolatos történetet ismerünk. Én most utoljára az Árvák című darabot láttam színházban valamikor az elmúlt egy évben, ahol a pszichopata öcsi megöl egy ember, de nem mondja el először, csak hogy hát talált egy sebesültet az utcán, és akkor mire már nagyon segítenek neki, addigra válnak cinkostársá és bűntársá a testvére és a sógora. Úgy általában a cserbenhagyásos, vagy nem szándékolt gyilkosságok, ugye valahol egy picit egy kanyarja egy ilyen spirálnak, mert aztán úgyis a lebukás a vége a valóságban, a filmekben nem mindig, de hogy... Ne mentsünk fel azért teljesen. Nem, arra gondolok, nem, ez nem felmentés, hanem hogy az érzés, tehát hogy azt gondolod, hogy megúszod, és ezért ott hagyod meghalni a közúton, miközben egyébként nem fogod megúszni, és attól senkinek nem lett jobb a világ, senkinek sem lett jobb, hogy még hagytál ott megúszás érdekében meghalni valakit. Viszont, hogy ez egy kanyar. És aztán elkaptak is kész. Ez a nő, meg akár a Bernie Sanders is, Sanders, miket mondok? Madoff. Na, Madoff. Köszönöm szépen, mert nagyon-nagyon kerek szemekkel néztem, bocsánat, hogy miért Bernie, a Sanders Madoff, bácsi. Madoff, elnézést. Okay, okay, okay. Szóval, hogy ők nagyon sok súlyos. Kanyart, nagyon sok kanyart, egyre sűrűbben vették be ezeket a kanyarokat, és mondom, el sem tudom képzelni azt a pszichés állapotot, ami közvetlenül azokban a napokban lehetett, amikor már tudták, hogy itt kész, itt a vége, itt, ez már bukó. És ki fog derülni, hogy az egész elmúlt nem tudom hány év a TED előadásaimmal, a részvényeseknek hazudgálással, mert ez kb. Az a kategória, tehát hogy az egész világot átejtéssel egy óriás, nemhogy Luffy, még a Luffy része sincs meg, tehát a gumi sincs, amit fölfújtál volna a levegővel. A feminizmus szelleme, ami áthatja az egész korunkat, egyszerűen óhajtotta ezt az élményt. Óhajtotta, hogy eljöjjön a női Steve Jobs. A női vizionárius, aki tud mindent, amit egy nő tud, tehát szexi, tehát vonzó, tehát a gyengébbik nem reprezentánsa, tehát a nőket sújtó meg annyi előítélet, elnyomás, történelmi hátrány ellenében, mint egy ellentartva annak lesz sikeres, és bizonyít a világnak. És gátlástalanul rájátszott a nő erre. A garbójával szemérmetlenül Steve Jobsozott. A hangját elmélyítette, amikor előadásokat tartott, és aztán amikor már... Mint hogy mesterséges. Itt vagy ott, persze is. Amikor hát, meg, itt vagy ott. Itt vagy ott. Egy-egy beszélgetésben az azzal való összevetést. Hát az egyenesség meg a korrektség mércéje alapján hát finoman szólva nem állta ki. Az egyik alkalommal normális tónusban beszél, egy beszélgetésben, és akkor ott látjuk azt, hogy milyen a beszéd hangja a csajnak, és amikor meg egy előadást tart, akkor meg két oktávval mélyebben beszél, mert az is szexi, hogy egy nő ilyen mélyen beszél, ilyen mély tónusban, egyáltalán férfias élményt kelt, férfias benyomást szerez, és ezáltal azt az élményt sajátítjuk el, hogy itt van egy nő, aki tulajdonképpen a társadalmi neme alapján teljes értékű férfi, miközben meg hát szexi, vonzó, ott vannak azok a mellek, ott van az a seg, ezek nem kerülik el az embereknek a figyelmét, a nők figyelmét sem kerülik el, nem csak a férfiakét. És ezeket a jegyeket, ezeket ő ötvözte. És a nőnek a sikere, meg most a bukása egyaránt arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen mértékben nincs felkészülve a világ a női pszichopatákra. Mm-hmm.
Van egy Netflixes film, a The Inventor Out of Blood in Silicon Valley, ez a címe, kifejezetten róla, de ha bárki látta Rosamund Pike főszereplésével az I Care a Lot, vagy Fontos vagy nekem című filmet, csodás, ahol ugye egy idős gondozásban érdekelt, rettenetesen ijesztő pszichopata nőt láthatunk munka közben, akkor nagyjából ennek a pszichének a szellemét megtekintjük. Mintha csak a Gangirl folytatta volna, tehát ha, ugyanaz igen, a karakter igen, lenne. Igen, a Gangirl is olyan és ugyanaz a hölgy, ugye? Hölgy. Sokkal kevesebb női pszichopata van, mint férfi pszichopata. Egyrészt ugye ez annak köszönhető, hogy a férfiak azok sokkal racionálisabbak, sokkal hidegebb fejjel gondolkodnak és döntenek. Mondjuk úgy fejnehezek, míg a nők azok sokkal érzelmesebbek, sokkal lelkizőbbek, sokkal inkább szívnehezek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a nők azok ostobábbak, mint a férfiak, és azt sem jelenti, hogy a férfiak azok érzéketlenebbek, vagy lelketlenebbek, mint a nők. Mindössze annyit jelent, hogy máshol vannak a hangsúlyok. És ez is csak akkor nyilvánul meg, csak ezeket azért kell így hangsúlyozni, mert ilyenkor mindig nagyon nagy a szándékos félreértésre való hajlam, de ilyenkor ezzel a témával kapcsolatban extrém magas a szándékos félreértésre való hajlam, tehát azt kell érteni, hogy máshol vannak a férfinál meg a nőnél a hangsúlyok. Ez azt jelenti, hogy egy férfiból potenciálisan sokkal nagyobb eséllyel válik pszichopata, mint egy nőből. Ez valószínűleg azért is van, mert kamaszkorban a nőkben olyan hormonális változások zajlanak le, amelyek egyszerűen elsöprik a pszichopátiás hajlamot. Ez nyilván abból is fakad, hogy a nőnek az életének egy bizonyos szakaszában gyerekvállalásra képesnek kell lennie. Tehát az érzelem világának, még ha nem is vállal gyereket, a természet kondicionálja őt arra, hogy ha megszül egy gyereket, akkor arról gondoskodjon, hogy arra odafigyeljen, ehhez szívnehéznek kell lenni. És a nők hormonálisan valójában a természet a nőket erre készíti fel, és ezért aztán sokkal ritkábbak a női pszichopaták. Ebből azonban játékelméletileg az következik, hogy ha viszont egy nő pszichopata, annak sokkal nagyobb a versenyelőnye ebben az üzleti szférában, ami jutalmazza a pszichopátiás működést, mint egy férfinak. Nem csak a segge és a melle miatt, hanem a készületlenség miatt. Hanem azért, mert ez az, amit nem vársz, ez az, amire nem vagy felkészülve. És itt ez a nő nagyon magas színvonalon élt vissza ezzel. Ezzel, hogy egy nő az tulajdonképpen egy nővel kapcsolatban senki nem tételezi fel, hogy úgy hazudik olyan gátlástalanul, mint a vízfolyás. De az az érdekes, hogy ő meg az összes ilyen helyzetben önmagát kergető személyre igaz, hogy valójában miközben mindenkit átvert, önmagát is folyamatosan, tehát ő valószínűleg hitegette magát, nem csak abban eleinte kell legyen egy ilyen isten komplexusa, tehát hogy de amit, az, hogy amit igen, kimond, hogy ez azt lehet, ő igaznak véli, igen, hogy ez így, és a bukásnak a valószínűségét tehát, nullára és teszi. És gyakorlatilag tényleg egy olyan téves világképben él, tehát, és mondom, tehát önmagát gyakorlatilag folyamatosan átverni, amiben egyrészt igen, ez van, hogy elhiszi, másrészt pedig abban azt elhiszi, hogy soha nem fognak rájönni arra, hogy az a rész, ami egyébként nem úgy van, ahogy mondja, tehát hogy bárki valahogy hogy a deszkál alá már csak a lég hiányzik. Hát igen. Amúgy majd fog repülni. És hogy mi a nagyobb átverés? Nyilván a nagyobb anyagilag, meg egyéb szempontból embereket tesz tönkre, főleg akik belefektetik a pénzét. Ugye a Bernie Madoff sztorinál is öngyilkosok lettek emberek, többek közt ilyen következményei voltak, akik elveszítették a pénzüket. Tehát azért elég csúnya kifejlete lehet ezeknek. Nem tudom, hogy hány ember mennyi pénzt fetszölt ennek a nőnek a kis startupjába, de hogy nem lehet önmagát, kicsi a 15 éve. Hát igen. 15 év, de hát így 15 évet élt ez meg? És vagy 5-öt? És ez zavarba ejtő is egyébként, hogy eljött a női Steve Jobs, a félvilág elhitte róla, hogy hát íme, nők is képesek rá, bármikor, és kiderült, hogy csaló. Szóval ez zavar, rossz érzést kelt. Tudod, mert arról volt ez szó... Ez olyan, mint meghalt valaki, aki be volt oltva, tehát hogy ne... Na jó, de ő az egyetlen, várjál, de ő az egyetlen. Tehát nem arról van szó, hogy meghalt egy nő, vagy lebukott egy nő azzal, hogy csalt, mert kiadta értem, magát techmilliárdosnak, hanem arról van szó, hogy a techmilliárdosok között volt egy nő, és az hivatkozási alap volt a feminista mozgalmaknak, meg a női önérzetnek,
És most kiderült, hogy az egyetlen nő ezek között csaló. Szerintem egyébként biztos vagyok benne, hogy találnánk még, csak nem, senkinek nem sikerült ekkora reflektorfényt irányítani magára, ugyanis nem volt, nincs valószínűleg ekkora vállalásuk azoknak a tech cégeknek, amelyeket, a legtöbb tech cégnek nincs ekkora vállalás, ez fontos. Azért hány nagy tech céget tudsz felsorolni, te is 10-nél megállnánk szerintem, és hogyha ha 100-at is menné, akkor lehet, hogy lenne benne 3, amit nő alapított és nő vezet, de azokról hát nem nagyon tudunk. Azért a Cápák közt című sorozatnak az amerikai eredetiében, a Shark Tankben, ha más nem, akkor a Barbara Corcoran, aki egy ingatlan milliárdossá vált, illetve a Lori Griner, aki egy ilyen TV-shop vállalkozó gyakorlatilag. Ők elég ismert milliárdosok, de ezt nem nevezném ugye technek. Várjál, de az egész más, hogyha valaki örökli. Nem, itt arról van szó, hogy a nulláról felépít egy céget. Erről beszélek a két példámban is. Igen, csak itt tudod, azt gondolom, hogyha egy nő igazán, tehát egy egészséges pszichéjű nő, az nem, abból nem lesz milliárdos vállalkozó, mert nem cápa vámpír. Tudod, mert van érzelemvilága, mert van élete, mert alapvetően szív nehéz, és nem egy birodalom felépítésében utazik, hanem igen, abban, hogy szeresse a hozzátartozóit, meg szeresse a gyerekeket, meg gondoskodjon róla. Milliárdos, hanem tudod, mondjuk a gasztróvilágban, vagy valami, tudod, ami ilyen mindennapos, hasznos hozzájárulása van, vagy valamilyen világmegújító trendhez kapcsolódik, mondjuk indít egy vegán étel vonalat, és akkor abból simán lehet milliárdos. A Cápák közöttben az első évadban ugye volt is egy hölgy nő, aki egy sajnos nem... Ezt, hogy hölgy. De nőt mondtam most direkt, figyelted? Ja, súlyosan rád most mondtam járni a rút, ha most... túl sokszor kimondod. Igen, van egy ilyen átok. Tudom, de most éppen nőt mondtam, erre pont most szólsz rám. Aki egyébként pont egészségügy volt, talán eredetileg talán doktornő is, és valami... Világos. Tudom ki. Na, hogy ő egy jó ellenpélda lehetne, de nem csinált ő se tech céget, se startupot, de ő nyilván nem ismertük meg, de nem tűnt egy pszichopatának. De nem is ezt akartam mondani, csak... Akkor az! Hogy kicsit olyan ez szerintem, mint ahogy a politikában, tehát hogy a politikusnak nem... Apró Annáról beszélsz, tehát? Jó, mindegy. Hogy a politikusnak nem feltétlenül kell gátlástalannak, meg pszichopatának lenni, de egyszerűen a közeg azért, ami kitermeli a politikusokat, tehát maga a politika sajnos eléggé determinálja azt, hogy ilyen jellegű, vagy ilyen beállítottságú embereknek sikerül ott érvényesülni. Na most egy kicsit itt is ezt látom, hogy, és ezt nem is itt, hanem hogy általában a kapitalizmusban, hogy a felső vezetésbe eljutó nőknél sajnos megvan annak a veszélye, hogy mivel eleve egy nehezített pályán indulnak, tehát ugye általában a férfiak közt kell helytállniuk, ezért egy kicsit közülük is, ugye a szelekció azokat a hölgyeket emeli ki, és ad nekik több esélyt, úgymond ilyen pozíció betöltésére, akiknél van egy-két olyan tulajdonság, ami nem szívnehézségből fakad, tehát a többi nőnél nem feltétlenül van meg, és nem tudom jobban körülírni, úgy mondja már ki más valaki. Na, szóval értitek, mire gondolok. Igen, igen. Elizabeth Holmes a legnagyobb presztízsű ügyvédi irodákkal működött együtt, és mindenkit beperelt, aki a sajtóhoz vagy a hatóságokhoz fordult, vagy azt feszegette, hogy mennyire reálisak a vállalásai, illetve mennyire valós az innováció, amelyet ő gyakorol. A cégen belül iszonyatos megfélemlítés volt, mindenkivel titoktartási szerződést kötött a cég, és az egyes részlegek hermetikusan el voltak választva egymástól, nem beszélhettek egymással a tagjaik, sőt nem is ismerhették az bizonyos részlegek tagjai, hogy kik tartoznak a többi részlegbe. A Bernie Madoff volt az, aki így fedezte a saját csalásait. Hát, hogy volt honnan meríteni ehhez a technikát. És Elizabeth Holmes, aki korábban azzal pózolt, hogy az ő férje a cég, a per előtt, hogy nem, anya lett. Gyereket szült, hogy a bíróság elé már ne egy törtető, gátlástalan, nőnemű szociopata álljon, hanem egy édesanya. Tudod, milyen különös, hogy amíg ment a cégnek, addig az volt a duma, hogy neki nem kellenek férfiak, mert ő a kvázi férfi, ő
a társadalmi neme férfi, ő a férfiak világában lesz sikeres, és az ő vőlegénye igenis a cég, és az ahhoz tartozó siker és presztízs. Majd, amint kipukkadt a lufi, hirtelen édesanyja. Milyen különös. Mint hogyha volna némi összefüggés a édesanyák társadalmi megítélésének, meg ennek a pernek, meg a csaj által várt, vagy remélt ítéletnek a vonatkozásában. Megvan, ahogy kimosdatják a vádlottakat a tanácsadók, és megjelenik egy olyan ember öltönyben a bíróság előtt, aki gyakorlatilag mindent megtett a korábbi életében, hogy egy fenyegető aurát hordjon maga körül, és az mennyire undorító, hogy ennek a nőnek az esetében ez az öltöny, ez egy gyerek. És az külön színes érdekessé teheti a sztorit, hogyha azért menekült esetleg, most menekült ebbe a történetbe, mert egyébként az élet más, vagy mondjuk másik legfontosabb területén, vagy a legfontosabb területén kudarcot vallott, úgy érezte, vagy nem sikerült neki. Tehát nem maga, mi nőként nem teljesedett ki, nem szült, úgymond, és ebbe ölte az energiáit, ez vitt elő, és akkor most... A hazugságaiba, szélhámosságába. Igen, ez persze csak feltételezés részemről, de az külön szép, hogy végül aztán az a menedék ebből, az a menekülés ebből, hogy aztán az első adandó partnerrel sikerül gyorsan családot alapítani, és akkor meg is érkeztünk. Már szó szerint megérkeztünk. Elhangzott a garbó? Uh-huh. Megneveztük? Hát ez a Steve Jobs-i garbó is, a Steve Jobs-i asszociációs tér, amit parádés. A nő ki akar tölteni magával. Jaja. Hogy folyamatosan fekete garbóban masírozik. Garbó. Az okoz valamit, nem? Ja, hát az a sikert. Sikergarbó. Beszéljünk még erről a van egy ilyen autó itt, ami környékünkön. Micsoda? A Mercedes. Ja. Az is ilyen nagyon sokat, nagyon sikeressé tud tenni. Mondjuk eleve nem rossz, hogyha már meg tudod venni állítólag. Hogy érted azt, hogy a környéketeken? Én úgy tudtam, hogy a szia uramozás az, ami nem, a sikert okozza. Meg a nerlovag, az megszólít egy csóró prolit, azt mondja neki, hogy szia uram, és már egy nerlovag válaszol neki. Hogy az a szia uralmozással terjedő pénz és siker Magyarországon. Lehet, hogy felgyorsult ennyire már, de én eddig lassabb folyamatról tudtam. Picit olyan, mint a szabadkőműves kézfogás, csak egyben terjeszt is. Reméli az illető, hogy átragad. Vagy a visszaszia uralmozással, ha én szegény proli vagyok, azt jelzem, hogy igény volna rá. Én ezért igyekszem minden alkalom az Oszinak más kézfogással próbálkozni, mert hát, ha egyszer eltalálom a szabadkőműves, mert ugye nem tudom, milyen az, de hát, ha egyszer az a bajod, hogy én se. Az a baj, hogy rossz emberrel fogsz kezet, lehet, hogy már egy csomószor jól, csak nem a megfelelő emberrel. A helyzet az, hogy ez olyasmi, mint a szabadkőműves kézfogás, csak a különbség az, hogy nem a háttérben zajlik, hanem a szemünk láttára. Szóval van ez a szilíciumvölgybeli mém, hogy fake it until you make it. Vagy bizonyán. Fake it till you make it. Ezt hogy fordítanák magyarul? Hogy tetesd, amíg valóra nem válik. Hamisítsd, amíg meg nem valósul. Na, elmondom. Na, hát várjál, tehát akkor ez már ez egy mondás a szilíciumvölgyben. Ez azt jelenti, hogy valójában ez egy gyakorlat, valójában föllet, ezzel a mondással ez a nő tulajdonképpen föllet hatalmazva erre a családra. Robi, az apró betűt, mielőtt a Puzsér vonat átgázol ezen. Igen, ez egy alapvetően nem egy rossz gondolat, ez eredetileg, ez szteroidon használta ezt az alapelvet, ez a hölgy. Ő tényleg hölgy. Amikor elmész egy ötleteddel, egy szoftvert bemutatni a befektetőknek, akkor a legfontosabb funkcionalitásokra fogsz koncentrálni, és egy nagyon sok minden csak pixelekben lesz kész, és abban bízol, hogy nem kattintanak rá. Ez a fake it till you make it. De ez egy az prototípusként azért ennek az eufemizált változása, hogy hát nincs kész. Kiterjesztette a mondás érvényét a teljes cégre. Igen, gyakorlatilag neki nem volt egy pixel sem kész ebből, tehát ő csak mondta, hogy van egy ilyen szoftvere, és ha megnézhetnénk, hát ő most pont nem. Hát most rendesen magára vette a mondást, túl komolyan vette egy mondást. Pontosan, pont a másik nadrágomban hagytam a rák ellenszerét, de holnap abban jön. De nem lehet, hogy a bátyám tudja. Miért nem a garbódban voltad, az mindig rajtad. De nem lehet, hogy a mondás a probléma? Nem. Hogy mindig is a mondás, hogy a mondás az oké, csaljunk, csak ne nagyon, ennél kisebbet kell csalni. Hát megmondta a szilícium völgy, csak
hát nem mellékelték a mondáshoz, hogy mekkora lehet ez a csalás. Azért, nem arról volt, hogy minél nagyobb a csalás, annál nagyobb a siker. Az a helyzet, hogy ez arról szól ez az egész, hogy te pontosan tudod, hogy még egy négyszer annyi tőkével, amit már eddig kaptál, tudod, jól le van fektetve, hogy el fogsz jutni oda, ahova. Ebből a mondásból nem következik. Ezt hozzá kéne képzelni, tudod? És a csaj nem képzelte hozzá. Jó, ő patyomkínfalut épített, tehát nem, azért ez nem ugyan, ezért mondom, hogy magát a kifejezést, azt nem arra találták, hogy verd át a világot, és adunk erre, teszünk erre egy szép rövidítést. Célszerű lett volna, ha nem a fékit kifejezés. Igen, pedig ez a fékit, ez mintha pont arra utalna, hogy verd át a világot. És a másik, hogy ezt utólag szokták azért maximum bevallani, vagy még utólag sem, vagy inkább csak házon belül mondják, de nagyon sok olyan termék van a te telefonodon is, meg a te életedben, ami jó darabig ilyen fázisban volt. Én hallottam egyébként ezt a mondást pár kapcsolati kontextusban, akár arra tudod, hogy szexuálisan nem hangolódtak még össze, de bizalommal van, és addig azért megjátsza. Meg arról is hallottam, hogy az egymásba szeretés később megtörténik, vagy velem is történt konkrétan ilyen, hogy együtt vagyunk, úgy érzem, hogy sok minden jó, és később lett belőle szerelem, nem pedig egy ilyen lilagőzös, rózsaszín napszemüveges állapotban kezdtem el, és az bontakozott ki. Tulajdonképpen megteremted a körülményeit annak, hogy te egy párkapcsolatban vagy valakivel, és úgy is törődsz vele, és úgy is nevezed meg, és úgy is viselkedtek, és utána lehet, hogy fél év alatt nem alakul ki több, de lehet, hogy egyszer csak ott találod magad, hogy igen, jól döntöttem, nem véletlenül a vele szembeni attitűdömet változtattam ilyenre. Nem elképesztő, hogy 15 éven keresztül lehet hazudozni az egész világnak, és 15 éven keresztül a világ nem tudja meg azt, hogy valójában az a cég, ami ott van mögötted, és ami olyan tökéletes díszletvilág, az valójában üres, nincs mögötte semmi, és az egészet, tudod, ilyen állványzat tartja hátulról, hogy valójában az az épület nincs is ott, csak a homlokzat készült el. Igen, hogy ezt 15 éven keresztül lehetett csinálni, és vajon megcsinálhatta volna ezt a világgal egy férfi 15 éven keresztül? Erre a kérdésre persze ilyen módon nincsen válasz, nem is lehet választ adni, mert ezt egy nő csinálta. De ha vajon egy férfi próbálta volna előadni, nem bukott volna le sokkal előbb? Vajon? Szerintem nem, de az van, hogy a szilícium völgyönyék, és ezt adom én is, hogy megvan az a egyébként negatív következmény, de alapvetően egy pozitív dolog, hogy a nagy sikerek, a kis garázsokból indult hatalmas sikerek következményeként egyszerűen a kritikai, az alapvető kritikával hozzáállás az sokkal kevésbé jellemző, mint a más területén, akár a gyártás, bármit mondhatnánk a világon. Hát mert nagyobb a kockázat mondjuk. Tehát ugye a startupoknál is valahogy úgy néz ki, nem, hogy 10 befektetésből 8 bukó, egy nullszaldós, és egyen megkeresik a befektetett összegára. Ott van a .com lufi, lehetett volna belőle értékét tanulni, lehetne azt mondani, hogy oda mutogatni vissza minden ilyen esetben, hogy mi volt 2000-ben, meg 2001-ben, mégsem ez történik.